Kedves egybegyűltek és a téren sétálók! Az, hogy három kamera is fölvonult a három zenész tiszteletére, az azt jelzi, hogy ez egy világtörténeti pillanat. Nem túlzok, mert tényleg nem volt még ilyen, hogy egy város közterén fölépült zenegép az élő muzsikába így módon belekapcsolódik. Akik már itt Kőszegen jártak, keltek a napokban, hetekben, hónapokban, megismerkedtek talán a hangzó város kuttal, aki itt kapott helyet a kőszegi városkút kupolája alatt. Olyannak álmodtuk meg ezt a hangszert, aki egyrészt játszik úgy, mint a zenegépek, a harangjátékok, minden órában, minden napszakban egy-egy melódiát, de ezentúl azt gondoltuk, hogy ez élőben is be tud kapcsolódni ennek a városnak a zenei életébe, amely zenei élet igen gazdag, hogy ezzel a kis hangszerrel talán még gazdagabb lesz. Abban a szerencsében van részünk, hogy ennek a hangszernek két alkotója is jelen van. A koncert főszereplője a hangzó városkút, bár vendégművésznek van kiírva, és hozzájuk társul Váci Dániel Glissonic triója. Váci Dániel itt van a Glissonickal a kezében, ami egy igazából egy glissotár hangszer. Meg lehet kérdezni, hogy ez micsoda. Nem tagadom, a 8-kor fölhangzó muzsika a toronyból váltotta ki bennem azt a reakciót, hogy Kőszeghez illenék egy finomabb harangjáték. Ezt elmondtam Daninak, ő pedig hamar jött a válaszsal, hogy jó, szerintem is, legyen ez itt, a városkút kupolája alatt. Neki alapvetően, mint zeneszerző, föltaláló, ez a körirányú zenei mozgás alap élménye és ötlete. Tehát egészen jól illeszkedik ez a kör alakú harangjáték, vagy hát metalofon ide. Aki majd beáll egyszer, de akár a koncert közben is nyugodtan sétáljanak be. És nem kell, aki elfáradt, akkor az menjen körbe, hallgassa meg a térnek a hangjait. Szóval, hogy ez a hangszer körbe-körbe szólaltatja meg a hangjait, most pedig a trióval együtt fog játszani. Sárvári Kovács Zsolt játszik dobokon. Pozsár Máté szintetizátoron, és ő szólaltatja meg élőben ezt a kis fémlapokból épült harangjátékot, a metalofon, tehát ő maga most a hangzó városkút. És még meg kell említenem Terevesi Tóbiást, aki szerényen a fa árnyékában az első sorban ül. Az ő forma tervezése és kivitelezése nyomán nyerte el ez a hangszer ezt a szép formát. Jó szórakozást kívánok! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Barbári Kovács Zsolt dobolt. Pozsár Máté játszott a kultúra és a kultúrizátoron. Gratulálni vagyok. Gratulálni vagyok.